Megrázó történettel kezdjük a híradót. 8 gyermek és egy biztonsági őr halt meg egy belgrádi általános iskolában, amikor egy hetedikes diák lövöldözni kezdett. Többen életveszélyesen megsebesültek. A rendőrök elfogták a 13 éves fiút, aki az apja fegyverét vitte magával az iskolába. Ezen kívül egy kisebb pisztoly, 4 molotov koktél, valamint 3 feltöltött tár is volt nála. Találtak nála egyébként egy listát is azoknak a diákoknak a nevével, akiket le akart lőni. A szerb kormány 3 napos gyászt hirdetett. Kétségbe esett egymást vigasztaló szülők, megrémült, sokkolt diákok és megdöbbent helyiek. Így nézett ki a belgrádi Vladislav Ribnikar általános iskola környéke. Az intézményben reggel 8 óra 40 perckor kezdődött a lövöldözés. Az egyik 14 éves diák azzal a tervvel ment be az iskolába, hogy megöli a társait. A lövések hangját szinte mindenki hallotta, a gyerekek és a tanárok is megrémültek. Az osztálytermeket azonnal bezárták, a tanulók szerint a pedagógusok igyekeztek mindenkit biztonságos helyre vinni. Először azt hittem, valaki petárdázott a folyosón, és semmi komoly. Aztán megláttam, ahogy egy biztonsági őr a földre kerül. Azonnal bementem az osztályterembe, és mondtam a tanárnőnek, hogy azt hiszem, valaki lövöldözik. Ezután biztonságos helyre menekültünk, de még ott is hallottuk a lövéseket, mesélte az iskola egyik tanulója. Az első percekben még nem lehetett tudni pontosan, mi történt, a szülők között pedig kitört a pánik, sokáig nem tudták ugyanis, hogy a gyermekük az áldozatok között van-e. Csak annyit hallottam, hogy lövöldözés történt, és többen is megsérültek. Rohantam az iskolához, amikor ideértem, kiabálva próbáltam valakitől megtudni, hogy kik az érintettek. Végül felhívtam az osztályfőnököt, ő mondta, hogy az én gyermekem biztonságban van, mondta ez az anyuka. A 14 éves elkövető apja fegyverével ment be az iskolába. Először a biztonsági őrt lőtte fejbe, majd a társaira is tüzet nyitott. A hatóságok szerint abba az osztályterembe ment be, amely a legközelebb volt a bejárati ajtóhoz. Ott éppen történelemóra zajlott. Azt, hogy mi volt a fiú indítéka, továbbra sem tudni. A diákok szerint korábban sohasem volt agresszív, jegyei is jók voltak, mindig kitűnő tanuló volt. Semmilyen mentális problémát nem vettek észre rajta. A szerb sajtó ugyanakkor arról is írt, a fiú társai korábban bántalmazhatták. A példátlan mészárlásban az elkövető összesen 9 embert ölt meg, 7 lányt, 1 fiút és 1 biztonsági őrt. A közösségi oldalakon azonnal elkezdtek terjedni az elkövetőről készült felvételek. Ő az a hetedikes fiú, aki hideg vérrel lelőtte a társait. Az iskola egyik ablakából valaki azt is felvette, hogy a mészárlás után a rendőrök leteperték és megbilincselték az udvaron. Ezek pedig már azok a pillanatok, amikor a hatóságok kihozzák őt az iskolából. Fejét és arcát fekete kabáttal takarta el, így ültették be a rendőrautóba. A hatóságok összesen 2 fegyvert és 4 molotov koktélt is találtak nála. A fiú azt tervezte ugyanis, hogy felgyújtja az iskolát. Belgrádban rendkívüli helyzetet hirdettek, minden iskolából hazaküldték a diákokat, közben elkezdődött az elkövető otthonának átvizsgálása. A házkutatáskor kiderült, a fiú előre eltervezhette a vérontást, listája volt azokról a diákokról, akiket meg akart ölni, és nála volt az iskola tervrajza is. Úgy tudni, kihallgatásán semmilyen megbánást nem mutatott. Az eset egész Szerbiát megrendítette. A szerb kormány délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amely 1 perces néma csenddel kezdődött. Az oktatási miniszter bestiális tettnek nevezte a történteket, és azt mondta, ez az ország eddigi legnagyobb tragédiája. A belgrádi rendőrkapitányság vezetője pedig bemutatta a fiú kézzel írt terveit, és elmondta, először az igazgató helyettes hívta a rendőrséget, majd maga az elkövető is telefonált. 8 óra 42 perckor telefonált egy személy, bemutatkozott, mint Kecmanovics Kosta, majd azt mondta, több embert is lelőtt az általános iskolában, amelynek a címét is elmondta. A helyszínre érkező rendőrök azonnal megerősítették, hogy az információk pontosak, fogalmazott a rendőrkapitányság vezetője. A szerb sajtó arról is beszámolt, hogy a fiú apja orvos és legálisan tartott fegyvereket otthon. Ő azt állítja, hogy ezeket egy kóddal zárt széfben tartotta. Úgy tudjuk, hogy együtt jártak lőni a fiával. A rendőrség a férfit is letartóztatta. A lövöldözés után 6 gyereket és egy tanárt szállítottak kórházba. Van, aki még mindig életveszélyes állapotban van.
Egy lány, aki fejsérülést szenvedett, kritikus állapotban van. Megműtötték, és az orvosok mindent megtettek, amit csak lehetett, de továbbra is küzdenek az életéért. Fogalmazott Danica Grujicic, egészségügyi miniszter, a könnyeivel küzdködve. Majd elmondta, egy fiú is nagyon súlyos állapotban van, csak úgy, mint a tanárnő, ő hasi sérüléseket szenvedett. Az iskola elé már most sokan hoznak virágokat és gyújtanak gyertyákat. A kormány a tervek szerint egy zöld számot indít, amelyen bárki kérhet majd segítséget, aki nem tudja feldolgozni a történteket. A szerb kormány péntektől 3 napos gyászt hirdetett Szerbiában.